Üdvözlünk a Vacsmodzsó Magyarország csatornáján, ahol ma az Unibet támogatásával 10 logikai bakit hoztunk el nektek a DC moziverzumból. Are you sweet talking me? You've lost. I don't know how to lose. Ebben a videóban olyan DC pillanatokat mutatunk meg, amelyiknek egyszerűen nincsen semmi értelme, még képregényes logikával sem. Lehet, hogy a Snyder Cut, azaz Zack Snyder víziója a Justice League-ről végre értelmet ad ezeknek a logikai hibáknak, ám ez nem lesz kis feladat. És persze, ne feledjétek, a spoiler veszély itt is végigérvényben lesz. 10. Lois a kulcs. Batman Superman ellen az igazság hajnala. Bruce éppen egy Superman által uralt posztapokaliptikus világról álmodik, amikor egy portálon keresztül Flash felébreszti és egy sürgős üzenetet ad át Bruce-nak. Lois a kulcs, mire Bruce újra felébred a barlangjában. Szóval ez az egész dolog Flash-sel a rémálom része volt, vagy valóban megtörtént? Így vagy úgy, de feltételezzük, hogy Lois a kulcs, mivel ő nyugtatja meg Supermant az igazság ligájában. Ennek ellenére még mindig nem tudjuk, hogy Flash mikor is utazott vissza az időben, mikor tanult meg utazni az időben, vagy miért volt ilyen homályos a figyelmeztetése. Zack Snydernek nyilvánvalóan tervei vannak ezzel a cselekményszállal, amelyet a jövőbeni filmekben kell majd kidolgoznia. Tekintettel a kamerák mögötti problémákra, valószínűleg ezt a zavarba ejtő kis jelenetet inkább a vágószobában kellett volna hagyni. Kilencedik, a láthatatlan Jet, Wonder Woman 1984. Diana és Steve eljutnak Kairóba, Egyiptomba, egy repülőgéppel a Smithsonian Múzeumból. Már azt sem teljesen értjük, hogy a Smithsonianben miért állnak antik gépek teljes üzemanyaggal megtöltve, készen állva arra, hogy elhagyják a kifutót, de ez csak egy a sok kérdésünk közül. Aztán Steve probléma nélkül vezeti a gépet, annak ellenére, hogy az első világháború óta nem is repült. Hasonló egyszerűséggel teszi láthatatlanná a járművet Diana. Itt megjegyeznénk, hogy 5 évtized alatt Diana csak egy csészét tudott láthatatlanná tenni, most meg hirtelen parancsra el tud rejteni egy teljes repülőt. Miért nem teszi láthatatlanná mondjuk a saját páncélját, hogy könnyebben elbánhassa Maxwell-el és Cheetah-val? 8. Az osztag célja. Suicide Squad, az öngyilkos osztag. Bár az öngyilkos osztag végül legyőzi a varázslónőt, nem ez volt a kezdeti céljuk. Midway Citybe hívták őket, hogy kiszabadítsanak egy menedékházban lévő célpontot, akiről kiderül, hogy Amanda Waller volt. Talán ennek még lenne is értelme, ha Wallert át kéne kísérniük a veszélyes városon. Wallernek azonban csak segítségre van szüksége a tetőig való feljutáshoz, ahol egy helikopter állítólag majd felveszi. Miért volt Wallernek szüksége több veszélyes bűnözőre, hogy felsegítsék a lépcsőn? I'll accept the consequences. I am your consequence. Sőt, ha Waller nem hozta volna Harley Quinn-t a képbe, Joker nem is térítette volna el azt a helikoptert, amelynek állítólag meg kellett volna őt mentenie. 7. Küldj több lámpást. Zöld lámpás. A film bevezetője szerint csak Abin Sur volt képes megállítani Parallaxot annak idején. Only the legendary Green Lantern Abin Sur was capable of capturing and imprisoning this beast. Hal Jordan örökölte Abin Sur hatalmas erővel bíró gyűrűjét, de még mindig új ebben az egész zöld lámpás dologban. Annak ellenére, hogy a film során elég kevés kiképzésben van része, Jordan egyedül képes legyőzni Parallaxot. Egy gonosz, jól felépített antihős számára nem kellett volna, hogy gondot okozzon egy kezdőhős, mégis Parallaxot Hal szó szerint a napig repítette. Szóval, mitől félt ennyire a többi zöld lámpás és az őrzők? Ha Hal néhány perc alatt le tudta győzni Parallaxot, gondoljunk csak bele, mennyivel gyorsabb lehetett volna a harc, ha küldenek még jó pár lámpást. Úgy gondolták, így szórakoztatóbb lesz. 6. Megtalálni a létesítményt. Wonder Woman 1984.
Maxwell Lord azt tervezi, hogy a nagy tervét egy szigorúan titkos műholdas bázisról hajtja végre. Természetesen megjelenik Wonder Woman és megmenti a világot, ám a filmesek elfelejtettek elárulni néhány fontos információt ezzel kapcsolatban. Honnan tudta Diana, hogy hol van ez a létesítmény? Nem követte Max helikopterét? Tudomásunk szerint ezeket a műholdas ábrákat még a Fehérházban sem láthatta. Diana talán addig repült, amíg véletlenül megtalálta a helyet. Ez nem a legjobb magyarázat, de több, mint amivel a film szolgált nekünk. Na meg persze, Max terve is felvet néhány elég érdekes kérdést. Mi lenne, ha az emberek ellentmondásos dolgokat kívántak volna? Vagy hogy Max egyszerűen meghalljon? Ötödik, az osztag hiánya szupererőkből. Suicide Squad, öngyilkos osztag. Mi történik, amikor egy újabb Zod vagy Doomsday megtámadja a Földet? Nos, Flash, Aquaman vagy Wonder Woman tuti eltenné láb alól. Ehelyett Amanda Waller egy csapat bűnözőt választ ki a feladatra. Egy öngyilkos osztagot, ahogy Deadshot elnevezi őket. Bár ez alapvetően már nem hangzik egy túl jó ötletnek, Waller válogatása csak tovább növeli az értetlenséget. A felállásban van egy srác fegyverrel, egy nő baseball ütővel, egy újabb srác egy bumeránggal és egy krokodilbőrű férfi, aki ugyan erős, de azért nem olyan nagyon erős. A valódi szuperhatalommal rendelkező egyetlen arc a csapatban az El Diablo, aki már letett az erőszakról, és a varázslónő, aki viszont irányíthatatlanná válik. Már-már az az érzésünk, hogy minden, ami rosszul sült el a filmben, az csak és kizárólag Waller rossz tervezésének köszönhető. You are evil! Negyedik. Miért nem repült Diana a Batman-Superman ellen, vagy az Igazság Ligája filmekben? Wonder Woman 1984. A dolgok láthatatlanná változtatása nem az egyetlen erő, amit Diana hirtelen elsajátított ebben a filmben. Miután másodszorra is elbúcsúzik Steve-től, Diana felfedezi a repülési képességét. Bármennyire is random ez az egész, azért hangulatos kis jelenet, amely a film keretein belül ugyan jól működik, ha azonban a teljes DC moziverzumot vesszük figyelembe, ez felvet jó néhány kérdést. Nevezetesen, miért nem repül Diana a később sorra kerülő filmekben? Megfoghatta volna a kryptonit láncsát, és Doomsday-be szúrhatta volna, amivel megmenthette volna Supermant. Az Igazság Ligája során több olyan eset is előfordult, amikor a repülés kifejezetten jól jött volna. Children, I work with children. Harmadik, mikor lettek Batman és Superman öribarik? Az Igazság Ligája. Habár hatalmas erőfeszítéseket tesz Superman elpusztítására, Batmannek igencsak megváltozik a véleménye, amikor rájön, hogy édesanyjuk neve ugyanaz. Why did you say that name? It's his mother's name. It's his mother's name. Bármennyire is gicses, talán még működhetett is volna ez a jelenet, ha Superman és Batman lassan elnyerte volna egymás bizalmát a film alatt. De Bruce azonnal elismeri Clarkot, mint barátját, elfelejtve, hogy aznap éjjel még vérre menő csatát vívtak egymással, lesz ami lesz. It's okay. I'm a friend of your son's. I figured. Miután Clark feláldozza magát, Bruce úgy kezd el viselkedni, mintha a társát és a legjobb barátját vesztette volna el. A Batman-Superman ellen és az Igazság Ligája során azonban soha nem látunk valódi barátságot kialakulni közöttük. Második, Lex terve és motivációja. Batman-Superman ellen az igazság hajnala. Számos oka van annak, hogy a Jesse Eisenberg által alakított Lex Luthor nem nyerte el pár rajongó tetszését. De a lehető legnagyobb problémánk a puszta logika hiányából adódik. Nem számít, hogy hány kiadás jön ki a filmből, Lex terve, hogy Batman és Superman egymással kezdjenek el harcolni, mindig szükségtelenül összetett lesz. To save Martha, bring me the head of the bat. Ami még ennél is nyakatekertebb az az, hogy Lex mi a szért hozza létre Doomsdayt. Bár ez nincs jól megmagyarázva, Lex láthatóan attól tart, hogy Superman túlzottan erős lesz. Szóval miért kell felszabadítani egy kryptoni szörnyet, amely még talán nála is nagyobb káoszt tud okozni? Now God is good as dead. Mielőtt felfednénk az első helyzetünket, íme néhány vigaszdíjas. Lélegezni az űrben. Superman 4, a sötétség hatalma. Maria Hemingway titokban kryptoni. Joker parádéja, Batman. Gotham város lakói elfelejtettek mindent, amit a Joker tett? A
kamerában sugárzott jelek megérintik az embereket. Wonder Woman 1984. Miért nem csak Max Lordot látják ugyanúgy? You said touches? As in the particles you are sending are touching. Mindjárt a végére érünk, viszont ha még nem tetted, ne felejts el feliratkozni, hiszen minden nap kerül ki új videó a csatornára, majd nyomd meg a kis harangomat is, hogy elsőként értesülj legújabb tartalmainkról. Első, ha visszatudnám fordítani az időt, Superman. Bármennyire is szórakoztató az eredeti Superman filmek egy része, a címszereplő ereje enyhén szólva is következetlen. A semmiből képes az S szimbólumot feldobni a jelmezére, és csupán a szemével újjáépíteni a kínai nagyfalat. Majd ugyanez az ember megfordítja az időt méghozzá úgy, hogy visszafelé kezdi el forgatni a Földet. Ezzel kapcsolatban feltennénk pár kérdést. Ha Superman a nagy sebességével képes visszaforgatni a bolygót, miért ne kaphatna el egynél több rakétát? Miért nem használja később újra ezt az erőt? Tudjátok, mi történne, ha a Föld forgása valóban megfordulna? Hihetetlen károk biztos, időutazás tuti nem. Stupid car runs out of gas. Well, sorry about that, Lois. But I've been kind of busy for a while. Nálatok egyébként melyik DC film verte ki a biztosítékot? Várjátok már Zack Snyder verzióját az Igazságligájából? Írjátok meg nekünk kommentben, nézzétek meg korábbi tartalmainkat is, és ha már itt vagytok, iratkozzatok fel a csatornára!